Tapolca, mint katonai helyőrség, válogatott, különleges alakulatok néhai otthonaként vonul be a történelembe. A hidegháború évtizedei során és az azt követő rendszerváltozás után egészen a 2000-es évek elejéig itt szolgáltak a 8. harckocsi ezred, majd dandár katonái. A fegyvernemek vonatkozásában a harckocsizó fegyvernem előkelő helyet foglalt el. Maga a harckocsi ezred 93 harckocsival rendelkezett, maga a gépe a 8. hadosztály 187-tel, és ha a 11. harckocsi hadosztályt nézem, ott pedig 314 harckocsi volt. És a magyar néphadsereg több mint 1500 harckocsival rendelkezett a 80-as, 90-es évek időszakában. Természetszerűleg megvolt a harckocsizóknak a presztízse, és igyekeztünk is ezt fönntartani, hisz akik a harckocsizó fegyvernemnél szolgáltak, azok büszkék voltak arra, hogy ezt a fegyvernemet szolgálhatták. A harckocsizónak lenni mindig büszkeség. Mai napig is bárhol szóba kerül, mindig megmozgatja a szívemet, mert azt szokták mondani, hogy aki egyszer katona volt, az világ életéig, vagy életé végéig az marad, és mai napig meleg szívvel gondolok vissza arra az időszakra. Az alakulathoz tartozni, az különösen én úgy éltem meg, hogy az nagy dicsőségre adott okot. Pusztán csak a dandárparancsnok, a Radics ezredes úr kapcsán, hát neki neve volt az országban. Tehát, hogy abban az időben, a 90-es években, de korábban is, legendás emberek éltek, és éltek legendás emberek. Csak jó dolgokra tudok visszaemlékezni. Persze biztos benne van, hogy az idő megszépítette a dolgokat, de én visszasírom. Ma is büszke vagyok azokra a kollégákra, akikkel együtt szolgáltam. Hát szerintem életem legszebb időszaka. Fiatalok voltunk, jól terhelhetőek, rengeteget dolgoztunk, háttérbe szorult minden, csak a harckészültség volt. Felemelő érzés volt. Én szerettem ott szolgálni. Nagyon szerettem, nagyon sokat tett a katonai ismereteimhez hozzá. Mozgalmas élet volt, szerettük csinálni, mert tényleg minden napra jutott valami. A 35 éves katonai pályafutásom legszebb 8 éve volt. A legszebb időszak az volt, amikor sorámi szakaszvezető voltam. Életkorra is, és beosztásra is, és mindenre. Az MN6904 fedőnevű ezred, a Magyar Néphadsereg 38. lövészezred, illetve a 8. gépkocsizó lövészezred utódjaként alakult meg 1963-ban, és rövid idő alatt nagy hírnévre tett szert. Kemény alakulat volt, tehát itt a Tapolca melletti úgynevezett harcközvélető pályának neve volt. Annyiban is, hogy nagyon nehéz, a Csekethegy környéki Kopaszhegyen vezettek 400 órát egy katona körülbelül. Másodszorban pedig az Egerszegi Lövész Hadosztálynak volt a 8. harckocsi ezrede, a második lépcsős alakulata, ami azt jelenti, hogy adott támadás kifejlesztésére vetették be a harckocsi ezred második lépcsőbe. Az ezrednek a elhelyezése, és az elhelyezést azért hangsúlyozom ki, mert Tapolca és környéken itt volt olyan gyakorlótér az országba, majdnem azt mondom, hogy egyedülállóan, ahonnan zászlaéres lőgyakorlatig nem kellett elutazni. Beszálltam a harckocsiba, bent a telephelyen, elindultunk kifelé, bontakoztunk, kimentünk a lőtérre, Dörögre, és egészen el tudtunk menni tulajdonképpen hadiúton keresztül Székesfehérvár alá, Sándor majorig, tehát mindenféle. Tehát nem kellett innen sehova se elmennem. Dörögdön le tudtuk lőni a Csillaegy és környékén, le tudtuk lőni a zászlai és lőgyakorlaton. Egy rendkívül jó, kiképzett alakulatot úgy éreztem, és úgy éreztük, nem csak én, a parancsnokok is, technikusok is, mindenki büszke volt, hogy itt szolgálhatott. Egyszerűen volt, amikor olyan gyakorlatra indítottak el bennünket, hogy innen lábon kellett menni a gyakorlótérre végig az országon keresztül, és szenzációs eredménye jöttünk vissza. Büszkék is voltunk, hogy páncélosok vagyunk, és hát valahogy a társadalom és valahogy a
a repülősök után valahova vetett bennünket, és azt is tudtuk, hogy a társadalom is tudja, hogy a harckocsi az télen hideg, nyáron meleg, és egy kegyetlen munka, nagyon sok hozzáértő dolog kellett. Míg az alakulat első két zászlóalja saját felkészülését folytatta, a harmadik zászlóalj felelt a saját és a magyar néphadsereg, később a Magyar Honvédség más alakulataitól érkező harckocsizóinak kiképzéséért is. Úgynevezett bázisképzést hajtottunk végre, ennél a zászlóalynál képezték ki az alakulat két másik harckocsi zászlójához a harckocsi parancsnokokat és a harckocsi vezetőket, plusz a hadosztály másik alakulataihoz, lövész ezredekről beszélünk, ahol harckocsi zászlóaljak voltak, azoknak a harckocsi parancsnokait és a harckocsi vezetőit is mi képeztük ki. Nekünk nagyon flexibilis volt mindig a kiképzésünk, egyetlen egy oknál fogva, ha jött egy idegen alakulat, vagy éppen valamiért maradt, mert az időjárási viszonyok olyanok voltak, akkor minket mindig töröltek. Tehát mi nekünk volt olyan, hogy délután 3 órakor kellett áttervezni a következő hetet, mert az idegen alakulat maradt, vagy éppen az előjáró által kiküldött értekezés valahogy, vagy értesítés elsikkadt, hogy éppen jönnek, vagy valami ilyesmi. És tehát nálunk ez nagyon rugalmas volt. Rengeteg volt a főiskolai kiszolgálás, ami azt jelenti, hogy a lövész és harckocsizó szaktisztek részére a időszak végig, tehát évfolyam végi vizsgák és gyakorlatokat itt folytatták le, és az alakulat szolgálta ki. Illetve voltak olyan alakulatok, akik vonatra ültek, mit tudom én, Nagyatádon, és akkor itt kaptak harckocsikat, kiszolgálást, eszközöket, és akkor úgy hajtották végre a harcát, egy gyakorlataikat. A úgynevezett kiképzendő állomány, ez bizonyos mértékig válogatott emberek voltak. Tehát már a saját alakulataink is a bevonulásakor, illetve a hadosztály más alakulata is a bevonuláskor azért odafigyeltek, hogy ezek fontos személyek lesznek, hiszen a harckocsi vezetése és irányítása az nem volt egy úgynevezett mellékes dolog. Tehát itt azért általában egy kicsit képzettebb emberek, illetve fegyelmezettebb emberek kerültek ezek a pozícióba. Tehát ebből a szempontból könnyebb helyzetünk volt, mint a ezred, illetve később a dandár más zászlójainál. A leendő harckocsizók kiképzésén túl az ezred és később a dandár folyamatos harckészültség mellett végezte el a napi teendőket. Bementünk reggel 5-re, 5:30-kor ébresztő, 6-kor reggeli, 6:30-kor kocsira szállás, lőtér 3 nap. Beértünk valamikor 1-2 óra felé, következő nap jöttünk hajnali 5-kor, és akkor ez így ment. Akkor 3 nap lőtér, utána cseréltünk, akkor elmentünk a gyakorlótérre harcászkodni. Ez egy örökös gyakorlás, örökös felkészülés, mindenre odafigyelés, és az történt, amit mondtam. Tehát mi állandóan jártunk, lőttünk, vezettünk, szaladtunk, dolgoztunk. Két dolog volt fontos. Az első az állandó harckészültség, tehát ez azt jelentette, hogy nyáron 32, 35, télen, ha jól emlékszem, 45 percen belül el kellett tudni hagyni a laktanyát teljes felszereléssel, ez az énre vonatkozott. A végre még volt 10 perc, hogy akkor kivonuljunk. A második pedig az, hogy az emberek a harci technológiát tökéletesen tudják kezelni. Mi tökéletesen felkészültek voltunk mindenre. Akik itt voltunk, tudtuk arról, hogy ha egy minősített helyzet van, akkor menni kell és helyt kell állni. Ennek megfelelően én úgy érzem, hogy a kiképzés ennek volt alárendelve, és ezért mondom azt, hogy nagyon kemény kiképzés folyt. Az, amikor kijött a parancs, a tűzpara, megkaptuk a parancsot, hogy málházás, hogy a málházás, hogy most már 50-valány éve ott nem emlékszem a idővel, de mit tudom, 10 perc se volt rá, én szerintem, hogy előbe kell fejezni. Sőt, azt hiszem, hogy 13 másodperc alatt, ha jól mondom, az egész személyzetnek, tehát felsorakoztunk a harckocsi előtt, harchoz mind a 4 személyzet el kellett tűnni. Na most nagyon-nagyon könnyű volt a vezetőnek beugrani, a töltőkezelőnek is jó volt, de az irányzó meg a parancsnok az egymás mögött volt, tehát az irányzó ült a parancsnok alatt, tehát a parancsnok zárta be az ajtót utána, tehát az volt a legkényelmetlenebb. Az egész felkészítés arról szólt, hogy a nyugati hatalmak esetleges támadása, illetve támadás előkészületek esetén megelőző csapást mérnénk a nyugati hadseregekre,
és Magyarország feladata Olaszország, Ausztria és Németország irányába ment volna. Barna, megyfülös, narancssárga, talán színekkel jelölt. Egyébként szóban soha ki nem mondott országok ellen irányult volna. A felderítő alakulat pedig az lett volna, aki még a főcsapatok előtt információkat szerzett volna az ellenség elhelyezkedéséről, csapatmozgásról és erejéről. Nem is csináltak belőle különösképpen titkot, hogy a mi feladatunk az, hogy az akkori 8. zalaegerszegi hadosztálynak a második lépcsős harckocsi alakulataként nekünk egy előrevonás után harcbavetés és jellemzően a hát Bécs-Újhelyek-Klagenfurt főirány az, ami nekünk ki volt jelölve, bár később, amikor már kiszabadultak ugye egy kicsit jobban a határok, és én elmentem arra a területre magánemberként, az úgy elgondolkoztam, hogy hát oda? Tankkal? Na, szóval furcsa lett volna. Nem védelemre találták ki a harckocsit, tehát ebből az ember arról tudott következtetni, meg hát ugye a harcászati tanulmányaikból a harckocsi csapatokat mindig általában a második lépcsőbe helyezték el, és ellenlökések, ellencsapások végrehajtására, támadás kifejlesztésére szokták használni. Na most a kiképzésünk, tulajdonképpen a sorállomány kiképzése egy az egyben erre épült föl. Hogyha menni kellett, a riadó csöngő ugye ott volt fönt az lakás az ajtó fölött. Azt meg az az igazság, néha, amikor egész kicsik voltak a gyerekek, azért nem szabadott volna kis spékeni, de papírzsebkendő mindig ott volt azért, hogy tudtuk ugye, hogy mikor van a riadó gyakorlatok, tehát a gyakorlások mikor vannak, mikor csengetnek, mert azért azt azért le kellett ellenőrizni, mert a kiértesítő jött ki megkérdezni, hogy szólt a riadó csengő. Az, hogy a hidegháború alatt milyen rendeltetés kapott volna, itt mindenki csak annyit tudott, hogy a Pó folyóig kellett volna elmennünk orosz támogatással, de hát ezt én mindenki szkeptikusan fogadta, mert a Pó folyó az nem itt van. Az idegen hadsereg tanulmányos során meg ugye azért kaptunk olyan felderítő adatokat, mi szerint a Gráci völgyben mik vannak elhelyezve, tehát nem igazán hittük el, hogy nekünk ez sikerül. A harckocsizókon túl szolgáltak az alakulatnál felderítők és lövészek is, akik számtalanszor gyakoroltak együtt a lánctalpasokkal, megméretve egymást és önmagukat egyaránt. Majdnem minden fél évben, de évente minimum volt egy olyan harckocsi zászló szintű gyakorlat, amelyben a lövész század teljes létszámával és fegyverzetével részt vett, illetve előfordultak olyan harckocsi század szintű gyakorlatok, amelyhez a lövész zászlóaj, illetve a század biztosított egy-egy lövész szakaszt. Komplexebb volt a kiképzés, jó volt látni azt, hogy a harckocsi fegyverneme egy picit másképp működik, mint ahogy a lövész fegyverneme működött. Jó volt az, hogy együtt gyakorolhattunk, hiszen aki nem tudott harckocsikkal gyakorolni, az elvesztette azt a képességet, azt a képzettséget, hogy milyen zajhatása jár mondjuk egy harckocsi ágyúnak a tüze, mert én láttam olyat, hogy a katona pont átszaladt a tüzelő harckocsi előtt, és hát a légnyomás levitte a fejére a sisakot, kezdetben aggódtuk, hogy benne van a feje, vagy nincsen, de hála Isten nem volt benne. Felderítőnek lenni harckocsi, ez egy sajátos szituáció. Több oknál fogva. Egyrészt ez az egyetlen egy olyan alegység, ami viszonylag nagy létszámmal rendelkezik, ez kb. 56 főt jelent, amihez esetleg hozzá lehet nyúlni, mert komendáshoz nem nyúlunk, mert az kiszolgál, híradóhoz nem, mert Isten ments, a sírkához pláne nem, mert azt állandóan gyakoroltatni kell, a szállítókat nem tudunk mit kezdeni, javító adott, tehát egyedül a felderítő az, amiből lehet marni, hogyha szükséges valamihez ember. Azon kívül jó dolog felderítőnek lenni a harckocsi ezrednél, mert tulajdonképpen olyan szakmát képvisel az ember, amire, hogy mondjam, szükséges kerül előlátás, gondolkodás, ötletelés és feladat végrehajtás. Én nagyon szerettem ott lenni. Értelmét láttam a munkámnak, értelmét láttam a sorkatonákkal való foglalkozásnak. Azt gondolom, hogy a
felderítő századhoz, és ezt tapasztaltam, mindenki nagyon szívesen tartozott volna, de viszonylag behatárolt volt a század létszáma. Erre jó példa, hogy például a törzs kantinos, aki a parancsnoki épületben kantint csinálta, az pedig egy vidám, nagyon jó beosztás. Ő is inkább ott hagyta a kantint, és eljött a felderítő századhoz katonának, mert jó csapat volt. Nagyon sokszor voltak indítási riadók, amiktől roppant módon féltünk, mert a kiképző technikánk az működött, az pöcre ugrott mindig. Na de a zárott technikát, hát azt, mire az ember összerakta, meg vagy indult, vagy nem, az bizonytalan volt mindig. Nagyon sokszor csináltunk olyat, hogy lábon hosszú mozgásokat csináltak az alegységek, hogy szokják azt, hogy oszlopvezetés, hogy néz ez ki. Ebből adódóan azért később is mindig voltak azért kis taposási károk a környéken, mert azért az ötödik gép az már a porfelhőben semmit nem látott szinte, tehát az ment. És amikor megkérdezte egyszer az ügyész a katonától, hogy és maga honnan tudta, hogy merre kell menni. Hát ő a nyelvtárs, ahol a legnagyobb por, ott mennek az emberek. Ha az ezred megmozdult, akkor az olyan harckocsikat értek az alatt, akik, tehát löveggel bíró harckocsik, az 94 darab. Tehát akkor azért az már egy tekintélyes mennyiség, hatalmas erő azért azt azért. Meg ha azt látja az ember, akár egy zászlajat, vagy egy ezredet, mit tudom, két zászlaj az első lépcsőben szétbontakozni, most mondom a példát Várpalotán a nyugati nagymezőnél, és megindulnak rohamba, hát ott akkor füstpor, és egy igazi erődemonstráció. Na, ez a lényege. Hát azt az élményt, azt nagyon nehéz elmondani, hogy amikor hát három zászlóval megindult alpon, és nem csak kimozdítjuk őket, hanem egész hosszú menetet végrehajtva a táborhelyünktől a gyakorlótérig, ez napi, hát ez jó nemzék, 40 kilométeres menet volt oda-vissza oszlopba, hát azt nagyon szerettük, csak hát az előjárók hamar rájöttek, hogy ez üzemanyagban egy kicsit sokat jelent, és letiltottak bennünket, már csak gépkocsival mehettünk ide, de addig legalább élveztük. Leírhatatlan. De, bocsánat, de leírhatatlan. Az az erő. Ott ülünk a kocsiba, és nem lehet megállítani minket. Elképesztő. Az ezred, s majd a dandár főként T-54-es és T-55-ös harckocsikkal kezdte és végezte a szolgálatát. Én máig megbízok a T-55-ös harckocsiba. Mindig azt mondták, hogy annál jobb tankot nem találtok ki a világon. Ezt lehet, be is bizonyította egy pár háború, ugye Afganisztánból, afrikai országból mindig ott vannak még ezek a T-54-es és 55-ös harckocsik. Egyszerű kezelése van, ugye mindig az a példa, azok a tajgáró behívott parasz gyereket beütették, és át tudta vezetni egész Berlinig. Olyan egyszerű a kezelése. Jó, a technikai kiszolgálás az egy kicsit bonyolultabb, ugye, de azért voltak a technikusok, azért voltunk mi, hogy azt odafigyeljünk ezekre a dolgokra, hogy a technikai kiszolgálása megtörténjen az egy ilyen harckocsinak. Azt nem lehet leírni szavakkal, amikor beülsz egy harckocsiba, 36 tonnát elkezdesz mozgatni. Mindig azt mondta Laci bácsi, hován? Azt mondja, meg is kell állítani. Ugye? Hiába mészte 5-kel, 60-70-nel, azt meg is kell állítani, azt a 36 tonnát. A folyamatos, magas szintű teljesítéshez elengedhetetlen volt a megbízható, biztos műszaki háttér. Akkoriban mindenképpen az volt a fontos, hogy az a feladat el legyen végezve. Mindegy, hogy most egy lőgyakorlat volt, vagy egy kiképzési feladat, vagy ki kell jutnia egy alakulatnak A-ból B pontba, de ha fenőtevet is el kellett jutni, vagy el kellett végezni. Hogy a magyar katonáknak volt egy olyan virtusa, hogy mindent megcsinált. Tehát saját magát kiszolgálta ahhoz, hogy a feladat elkészüljön.
Tehát nem volt, nincs az, akkor mi nem volt az a logisztikai rendszer, mint a nyugati hadseregekben, hogy egy katonára 5 kiszolgáló jut. Itt ugye meg kellett csinálni, ott nekiálltak, és mindent. Tehát eleményesen. Nem volt hova fordulni. Tehát ha mi nem tudtunk valamit megcsinálni, nem volt hova menni. Addig kerestük, addig kutattuk, addig nézegettük a kellett nagyítóval, hogy mi a baj, rá kellett jöjjünk. Nem volt hova fordulni. És csodálatos tapasztalat jött össze. Határidők voltak mindenre, tehát meg volt szabva, milyen hibát, mennyire kell elhárítani, és rendkívül erősen megkövetelte a hadosztály ennek a szintnek a betartását. A parancsnokok meg ugye megkövetelték, nekik vezetési zászló gyakorlatokat és ők kellett vezetés gyakorlatot végrehajtani. Ők megkövetelték, hogy időben elkészüljenek az eszközeik és rendben legyenek. Ez nagyon nehezen, de sikerült. Sok problémából ütköztünk, nem volt raktárkészletünk akkora, amikorra kellett volna. Volt egy pár olyan dolog, hogy el kellettünk menni anyagért bontani, amikor bontották szét a harckocsikat, azt elmentünk, azt végül is majdnem, hogy loptunk a honvédségtől, hogy itt tudjunk működni. Sajnos voltak ilyen fennakadások, meg az ember úgy megoldotta a házon belül. Ugye volt egy műhely, javító rajparancsnok volt a Arany Károly főtörzsőrmester. Aranykezű Károlynak hívták. Mindenhez értett is. Mindent úgy, hogy mondjam, kitalált olyan dolgokat, hogy mi csak néztünk, és sikerült. Mindig megoldottuk a dolgokat, amit kellett. Nem hagytam sose cserbe a parancsnokomat. Azt mondta, hogy reggelre mind a tisztanknak menni kell, mind a tisztank ment reggel. Azt már nem kérdezte ő, hogy mi, hogyan csináltam meg. Az volt a lényeg, hogy ő, amikor megfújta a sipót, akkor minden tank beindult. Az anyag ellátását az cafat volt, az szörnyű volt, főképp amikor kitört a délszláv háború. Akkor konkrétan minden alkalat parancsot kapott, hogy minden elsőbség a kinti, tehát a jugó térségben levő gépeknek az utánpótlása. Tehát kérhettünk mi bármit, hiába volt tele, mondjuk Mátyásföld, Rogyásig vagy a Gödöllői gépgyár, nem kaptunk. Jöttek ilyen trükkök, hogy bevetettünk mindenféle ismerettséget, direkt nem mondom ki a nevét, mert a srác még benn van, az osztálytársamon keresztül. Például elmentünk Debrecen fölé hatháztéglásra innen, több mint 400 kilométerre harckocsit bontani. Mert ott bontották szét, lángvágózták, meg plazmavágóval szedték szét az 55-ösöket, de volt közöttük gyári új orosz hadműveleti tartalék. És a végén még azt is meg tudtuk oldani, hogy itt a szétharcolt saját harckocsiaink helyett tudtunk hozni onnan hatháztéglásról leharcolt T-54 MS-eket. A leharcoltat úgy értem, hogy a színe volt rózsaszín, meg lila, meg amit el lehet gondolni, de a zöldnek semmi köze nem volt hozzá. Hát a parancsnok úr az teljesen ki is akadt. De amikor meglátta belülről őket, hogy hófehérek voltak, meg ilyen 40-50-60 kilométeres gépek voltak, a miénk meg már 2-3 nagyjavításon is túlestek. És ezek a gépek csak azért voltak itt, hogy az újonc állományt ki lehessen képezni rajta. A tapolcai harckocsizók életében meghatározó szerep jutott a nemzetközi és a külföldi gyakorlatoknak is. Az alakulatnak az egyik jelentős gyakorlata az a 1984-ben lezajlott cseh-szovjet-magyar gyakorlat volt, Podborzsány, Kaden és Zsadac környékén, ott Kálujvari részén. Az egy téli gyakorlat volt, az mínusz 27 fokban, tehát az kőkemény volt. Tehát ott volt úgy, hogy 3-4 óra akkora hó esett a laza talajra, egy adott részen ugye besüllyedtek a harckocsik, és az akkori műszaki szállatparancsnok, a Virág Imre hadnagy, az szedte ki, annak a vezetésével szedték ki a toronyig besüllyedt harckocsikat, amit őszintén mondom, hogy még az oroszok is megbámulták, hogy szedték ki. Az igaz, hogy rengeteg 20 méteres vörös fenyőfa bánta, de kiszedték őket rendesen. Csehszlovák gyakorlat felkészülése. Előtte hadosztály eligazított bennünket, hogy mindenféle tapasztalatot a korábbi téli gyakorlatokról szedjünk össze, mert nagyon kemény gyakorlatra számítsunk, rendtentő hideg lesz. Hát én körbejártam az országon, a technikai ötösekkel konzultálva.
hát felkészültünk a csehszlovák gyakorlatra, és nagyon szükség volt arra a tapasztalatra, amit ők átadtak. Megvertük a vasúti szerződés összes ott lévő tagállamainak, ott lévő gyakorlaton résztvevő alakulatait. Egy nappal hamarabb elértük a célt, ami ki volt szabva, nekik is ugyanarra az időre volt kiszabva természetesen. Ennek sikere pedig az volt, hogy rájöttünk arra, hogy ha az összes lánctalpra, az összes jégsarkantyút felszereljük, az túl sűrűn van, és akkor úgy működik, mint egy korcsolya, és a harckocsi a dombon lecsúszik. Minden második jégsarkantyút, aztán minden a harmadikat leszettük, és a két jégsarkantyú között gyakorlatilag a páncél a lánctalp felfeküdt, és mi szépen elmentünk a domb oldalon és a domb tetején és mindenhol. A szovjetek, a bulgárok és a többi, akik korcsoltak gyakran, a csehek, azok meg így összecsúszkáltak. A harckocsizókra egyik legnagyobb lélekjelenlétet és összeszedettséget jelentő kihívás mégis itthon várt. Ez volt a víz alatti átkelés. Amikor víz alatti átkelésen voltunk Kalocsa mellett többször, én többször átmentem víz alatt, betétcsővel is, meg levegőcsővel is. Most a betétcsövet úgy kell értelmezni, hogy az irányzónak a távcsövére volt felszerelve, és onnék kaptunk levegőt. A levegőcsöves, az meg teljes keresztmetszete volt a töltőkezelő nyílásnak, és az kilátszott a vízből, és ott kaptunk levegőt. Hiába minden felkészülés és óvatosság, olykor szörnyű tragédiák árnyéka vetült a kiképzésre. Panaszlókokat hiába figyelmeztettem tekikeretesként, hogy az oszlopba menő harckocsik egy eső után 10-15 méter magasan, mint egy ilyen 45 fokos szögbe verik föl a sarat. És hogyha túl sűrűn mennek a harckocsik egymás után, ebbe a hatalmas felhőből bármikor kaphat sarat, kavicsot, bármit. És sajnos bekövetkezett a tragédia, volt egy csőrobbanás. Na most ilyenkor a szokásos okkeresés, hibás, ki a hibás és a többi. És többek között engem is azzal vádoltak, hogy biztos az ellenőrzés során, ugyanis mielőtt éles lövészet van, még az utolsó reggeli ellenőrzéskor egy csőegyenességmérőt át kellett küldeni a lövegen. Ez bármilyen rendellenességet jelzett, egy végtelen egyszerű dolog. És alá kellett írni a személyzetnek is, nekem is, mint tekikettesnek, hogy személyesen ott voltam, és meg is csináltuk természetesen, becsületesen. Mindjárt azzal kezdték, hogy biztos nem engedtük át a csőegyenességmérőt, és így tovább. Egy nagy herceg úrca után eltelt közel 3-4-5-6 hónap, mire Gödöllői gépgyár kivizsgálta, hogy bizony sarat kapott, kavicsot kapott a löveg. Hát ami számomra nagy tragédia volt a víz alatti átkelésen, nem nálunk volt, csak biztosítottuk a víz alatti átkelést. Bármennyire is felkészült volt a vontató személyzet minden, sajnos a személyzet, egy teljes harckocsi személyzet belefulladt a harckocsiba. Hangsúlyozom, nem a 8. harckocsi ezred személyzete volt, csak mi biztosítottuk. Már nem is tudom megmondani pontosan, hogy Tatai vagy való volt a személyzet. Tökéletesen kiképzettek voltak, az egyik a személyzet egyik tagjának az IP készüléke nem indult be, és az olyan pánikba került, hogy az összes többitől próbálta letépni és magára felszedni a készüléket. Ez oda vezetett, hogy egymást ölték meg gyakorlatilag, egymást folytották meg ezáltal. A hivatásos tisztek és tiszthelyettesek mellett számtalan sorkatona is szolgált Tapolcán. 3 hónapig tartott a kiképzés, az első hónapban, hogy az eskütételre készültünk, aztán a következő 3 hónap már ugye a feladatra készített fel bennünket, tehát abban aztán volt erőléti, elméleti képzés is. Hát én úgy voltam vele, hogy ez van, most ezt kell szeretni, csináltam. Nem gondoltam soha arra, hogy ez nekem megerőltető, vagy teljesítettem a kötelességemet, katona voltam, amikor leszereltem, meg akartam házasodni. Még abban az időben, aki nem volt katona, az nem is házasodott meg. Akkor még ez volt a divat, hogy bizony a hölgyek nem adták a kezüket oda egy nem katona viselt embernek.
20 éves voltam, amikor bementem, 22, amikor leszereltem. Szerintem ezt, ha valaki úgy fogta fel, mint ahogy én, hogy most ez egy állapot 18 hónapig, aztán töltsem el a lehető leghasznosabban, ha már egyszer itt vagyok, akkor annak nem okozott a katonaság semmi problémát. Mi úgy tekintettünk minden beosztottra, legyen sorkatona, vagy tiszthelyettes, vagy a zászlajnál egy tiszt kolléga, vagy bárki, hogy munkatárs. Tehát nálunk annyiba sántított a hadsereg, hogy reggel volt, meg délben, meg este volt katonaság, amikor sorakoztatni kellett, meg vonulni. Egyébként a műhelyben, mint egy átlagos szerelő műhelyben, mindenki kolléga volt. Ha valakinek oda csaptak az ujjára, ha én a katonáira, ha ő az enyémre, akkor ugyanúgy elküldtük egymást a melegebb vidékekre, mert hát jó, hát elcsúszott az a kalapács. A sorkatonákkal öröm volt együtt dolgozni. Ezek a fiúk megértették azt, hogy ők döntő részük, mert azért mindig van, ekkora közösségben mindig van olyan, aki azért nem úgy áll hozzá, hogy kell, de az a többiek segítettek egy picit helyreigazítani, hogy akkor hogyan is kell ezt csinálni, de nem volt olyan időszakom, míg itt voltam, hogy a sorkatonákkal nem mertem volna elmenni akár éles helyzetbe is bárhova. Azok az emberek, akikkel együtt dolgoztunk itt, gondolok főleg sorkatonákra, még most is, ha találkozunk, megismerjük egymást, ez egy olyan dolog, hogy azt hiszem, hogy jó barométer és jól mutatja azt, hogy egy embercsoport között milyen kapcsolat alakult ki. Arra vigyázzunk nagyon, hogy a katonák normálisan viselkedjenek, mint a városban, elég sűrűn ellenőriztünk. Ennek megfelelően magas volt az ázsiója. Mozgósítással egybekötött gyakorlaton vettünk ugye részt, ahol körülbelül 200-300 tartalékos állományt hívtunk be, és hát őket egy kicsit ugye karba kellett tartani, mert ha nem figyeltünk oda a gyakorlat során, akkor igen-igen hamar italboltok felé vették az irányt, azokba a falakba, amelyeknek a környékén a harctevékenységek zajlottak. És volt egy ilyen kellemes dolog, én voltam az oszlopnak a záró gépkocsija, amikor ugye oszlop mellettbe a gyakorlat befejezésekor jöttünk vissza. Tartalékos kollégák azt gondolták, hogy ők az utolsó autó, de hát én azzal egy olyan 3 kilométerre lemaradva jöttem, és Monostorapátiba egy ilyen népes társaságot síptem meg, akik már nagyon föl voltak fegyverkezve, elvitelre szánt itallal is, és nagyon meglepődtek, amikor ott mind a 30-40 üveg italos üveget a kilométer tőhöz kellett csapkodni, és mondták, hogy ez nagyon rossz bolt volt. Az áldozatkész szolgálat és a gyakorlatokon való sikerek meghozták gyümölcsüket. Az alakulat számos kitüntető elismerést tudhatott magáénak. Különlegességet jelentett egy helyőrségben egy ezredet vezetni. Nekem az egyik legszebb beosztás, amit betöltöttem. Egy jó ezredet vettem át, Tóth László, alezredes volt akkor az ezredparancsnok, és megmondom őszintén, hogy amikor én a következő évben átadtam az ezredparancsnokságot, egy olyan ezredet tudtam átadni, amelyért fájt a szívem. Nagyon sajnáltam, hogy el kellett jönni, hisz az 1976. szeptemberétől a 77. szeptemberig egy év alatt nagyon sok olyan jellegű feladat került végrehajtásra, ami adott esetben éveket is igénybe vehet. 82-ben elmentem Zalaegerszegre hadosztályparancsnoknak, és közvetlen a 8. harckocsi az irányításom alá került. 1983-ban mozgósították a hadosztályt, ezen belül szintén a 8. harckocsi ezredet is jól oldotta meg a feladatait, és abban az évben kaptunk a hadosztályon belül szintén miniszteri szemlét. A miniszteri szemle keretében a 8. hadosztály, ezen belül a harckocsi ezred jó értékelést kapott, és a akkori magyar néphadsereg történetében másodszor a 8. hadosztály is a 11. harckocsi hadosztály után megkapta az élen járó hadosztály címet. Hát egy kicsit mi kitüntetettek voltunk, pont azért, mert állandó harckészültség volt, meg állandóan készen voltunk. Tehát mi azt tartottuk magunkról, hogy mi elit vagyunk. És más is így nézett ránk.
A 8. harckocsi ezredet 1987-ben dandárrá növelték. Az átalakulás mellett megváltozott a feladatrendszerének jellege is, hiszen 3 évvel később bekövetkezett a rendszerváltás. Mi rögtön az első eskütételünk után szembesültünk ezzel, hiszen rá egy hónapra, 89. október 23-án kikiáltották a köztársaságot, és akkor egy újabb esküt kellett tennünk már a megváltozott államrendszer szerint, és akkor egy elég intenzív időszaknak néztünk elébe, mert a következő hónapban felszámolták a munkásőrséget. Én magam is részese voltam annak a fegyveres őrszolgálatnak, aki itt a Baracsony-Tomai munkásőrbázist vigyázta, ugyanis nem lehetett tudni, hogy elfoglalják a náluk lévő fegyverekkel vagy sem. Tehát az elég érdekes volt egy 19 éves fiatalembernek, hogy 2 tár éles lőszerrel kimentünk gyakorlatilag azonnal arra felkészülve, hogy valamilyen konfliktus helyzet lesz. Az első szembetűnő momentum az volt, amikor a mögöttünk lévő általunk addig nem ismert orosz alakulat elkezdte kihordani a felszerelését. Több napon keresztül szivattyúzták az üzemanyagot és hordták el a berendezéseket. 21 évesen kerültem az alakulathoz, és tényleg pont a rendszerváltásba csöppentünk bele. Én azt láttam, illetve ezt tapasztaltam, hogy nagyon rugalmasan ment át a rendszerváltás, mint ahogy az egész országban puha rendszerváltásról beszélünk. Az alakulatnál is ez történt. Nem tapasztaltam feszültségeket. Arra emlékszem, hogy még a munkásőrségnek a fegyvereit kellett őrizni. Október 23-án a laktanyát védeni kellett, de teljesen fölösleges volt. Amikor kikerültünk a főiskoláról 88-ban, hogy teli mindenféle tetvágyjal és meglepetéssel, szembesültünk az élettel, elég hamar eljött maga a rendszerváltás is, de annyira nem érzékeltük fiatal tisztként, hogy valami is történik. Egyik nap még elvtárs voltunk, aztán másnap már bajtárs lettünk. Már a rendszerváltáshoz közeledve érezhetően is, de azt követően merőben megváltoztak a nemzetközi viszonyok. Az addigi hidegháborús ellenfelekből egymás felé közeledő békepartnerek lettek. A dandár időszakban már ugye többször volt az, hogy alájátszó volt a dandár, ami azt jelenti, hogy 87 után bevezették azt a rendszert, amikor nem előírt gyakorlatok voltak, hanem itt van a kanizsai lövészdandárnak volt egy gyakorlata, és akkor a tapolcai halküzdandár volt az alájátszó, tehát az úgynevezett ellenség. Mert ekkori időszakban már nem volt szabad számolni idegen hadsereggel, csak saját erőkkel. És akkor gyakorlatilag készítve voltak a fegyveri főnökök, parancsnokok arra, hogy önállóan harcászkodjanak, ugyanúgy a nagykönyvben meg van írva. És ez már tetszett mindenkinek, mert ez tényleg egy szakmai kihívás volt. Nagyon sokszor jöttek NATO tisztek, nem ellenőrizni igazán, csak úgy nézelődni. És nagyon sokszor mondtak is egy-két szóval, egy-két mondattal véleményt a katonai szervezet fölkészültségéről. Minden bizonyan azért volt benne katonai udvariasság is, hiszen ők teljesen másképp épültek föl. Én úgy gondolom, hogy egy NATO alegységnél ég és föld az az önállóság, mint egy alegységparancsnok, egy egységparancsnok kap, ahhoz képest, ami egy akkori rendszerben egy magyar tisztnek megalatott. De az udvariasságon kívül azért volt olyan, amikor tényleg jól látszott, hogy azok a katonák, akik úgy szolgáltak, és azért az amerikai hadsereg tisztjei néha szolgáltak olyan helyen, ahol azért lőttek is, na, ők azért volt, amikor azt mondták, volt parancsnokunk egy-két ilyen húzására, hogy mert azért tisztázzunk valamit, ha ez élesbe megy, akkor az ellenfélből 96%-os veszteség van. Leírtuk, ennyi. Úgyhogy tehát nem voltunk rosszak. 92-ben a lövész zászlaj csinálta a szakkiképzését Rezibe, akkor a lövész katonáknak ugye át kellett menni a vietnámi hídon, a Dródkötelen, kellett nekik mászni a lösz falon, és azokon az akadálypályákon, amelyekkel azt mondták az amerikaiak, hát, hogy ez balesetveszélyes. És akkor megkérdezték, hogy ezek mennyi idős katonák, és akkor mondták neki, hogy 3 hónapja katonák nem akarták elhinni. Noha a feladatok változtak és az alakulat bővült, egy valami mindig azonos volt, a bajtársiasság. Én egy borzasztó jó kollektívába kerültem ide. Egy olyan
olyan fajta hivatástudat és mentalitás jellemezte az akkori vezetést, hogy nem is volt más lehetőség, mint azt, hogy azt a szintet hogy elérjem, utána meg ha már elértem, akkor szinten tudjam tartani. Borzasztó egymásra utaltság van egy kezelő személyzeten belül. Így is hívják egyébként tehát amikor a harcoló alakulatnál egy időszakváltást követően összeáll egy kezelő személyzet, összekovácsolási gyakorlatnak hívják a legelső gyakorlatokat, ami tulajdonképpen arra irányul, hogy azok a szakmai ismeretek, amit a töltőkezelő irányzó vezető és a parancsnok magával hozott, az összecsiszolódjon, összekovácsolódjon. Rendkívül bajtársé. Tehát nem is lehet másképp. Tehát az emberek ott annyira egymásra vannak utalva, és annyira együtt kell működni, hogy ha ez nem így van, tehát nincs az, mint most nálam is, hogy ott vagyok lent az árokban, és kell egy darab csavarhúzó, és nem adom le, mert éppen elmentem dohányozni. Hát aki ilyen volt, az nem létezhetett. Tehát ott mindenkinek együtt kellett működni, a harckocsin belül olyan szellem volt, ott mindenki úgy vigyázott a másikra, hogy az elképesztő. Borzasztó jó érzés volt az, hogy abból az állapotból, amikor egy friss hadnagy kikerül tanástalanul, félvakon kószál egy ekkora alakulatnál, pár év elteltével otthonná válik, és azért is mondhatom, hogy otthonná válik, mert valószínű, hogy az életemnek, akkori életemnek a nagy részét a laktanyába töltöttem. Az összetartás, miután befogad egy közösség, azt tapasztaljuk, hogy ez egy óriási támasz. Egy megerősíti azt, aki valahonnan az Isten háta mögül kerül ide, egy teljesen idegen környezetbe. Az a zöld egyenruha, amit felvettek, származhattak bárhonnan, lehetett bármilyen iskolai végzettsége valakinek, tartozhatott bármilyen vallási vagy egyéb más felekezethez, vagy bárhonnan, bármilyen származása legyen. Mindenki egyformú volt. A rendszer szigorú volt, a vezetés az pedig hát finoman fogalmazva kiajtotta belőlünk a maximumot. Annak ellenére, hogy mi ezt nem éreztük, hisz a parancsnoki törődést éreztük inkább. Csak egy példa, Radics ezredes úr, mikor kint voltunk egy hosszabb törzsgyakorláson, rossz volt az ebéd, és kiburítatta az elsózott ételt, azért, hogy az ő törzse, az ő emberei ilyen rossz ételminőséget nem ehetnek, és a logisztikusok rohangáltak, hogy normális ellátást kapjunk tőlük. A lakótelep, mivel a Dandárhoz közel volt a tapolcai lakótelep, a lakótelep közösség nagyon erős volt. Egy példát tudnék mondani, amikor volt a taxis blokád. A taxis blokád kitette a tapolca táblához a saját blokádját, viszont a lakótelep mintegy 2 kilométerrel odé volt. Ezres úr, a Radics Ezres úr, aki volt ennek a Dandárnak a parancsnoka, ő kiment saját gépjárművel és kiharcolta azt, idézőjelesen, hogy ne ott legyen a blokkád a taxisoknak, hanem helyezzék ki egészen a Hemóhoz, hisz így nem kellett a családtagoknak az autóbuszokról téli időszakba leszállni és hazagyalogoltatni a gyerekeket. Nagyon sok olyan segítő ember volt, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, aki felkarolta a fiatal kopasz tiszteket, és az első kezdetleges bukdácsolásait végig kísérte. Ilyen volt, nem tudom, a Nacsa Feri is, aki mint az ügyiteli iroda vezetője, én neki nagyon sokat köszönhetek, de rengeteg embernek, szinte szerintem az egész Dandárt föl lehetne sorolni. A 8. harckocsi Dandárt 2000-ben átalakították és létrehozták a tapolcai kiképzőközpontot. 6 évvel később az egység áttelepült Szentendrére, megszüntetve a tapolcai alakulatot. Az egy olyan érzés volt a megszűnés, hogy amikor kihirdették, már előtte lehetett sejteni. Ugye megkezdődött az anyag összecsoportosítása egy helyre. Most székek egy helyre, asztal egy helyre, harckocsi egy helyre, tehát mindent kellett összegyűjtögetni. És nagyon szomorú volt látni, hogy fogy. Mert ugye az alakulatnak a személyi állományából rögtön megfelezték. Ugye Szentendrén ki kellett építeni a feltételeket, hát ők is a legnagyobb átalakulás közepette voltak, mi meg a bontás közepette, és borzalmas volt látni, hogy a haverok tünedeznek el, hétről hétre egyre kevesebben vannak, akik itt maradtak, azok megszállottan hurcolták az épületekből az ágyakat, bútorokat, egyebeket. Az utolsó 2 hónap az meg már sétálgattunk a telephelyen, meg a laktanyában, mint egy szellemvárosban. 2005. december 31-ére, mintha valami lett volna, leesett egy fél méteres hó, és délben úgy jöttünk ki, hogy az országúton, amit a laktanya előtt megy el,
ott egy nyomot tudott egy hómaró kiválni, és a derékig őrő hóba sétáltunk haza négyen vagy öten. A megbízott felszámoló parancsnok, a téroda vezető, meg mi ketten a túros Szabolcs századossal, aki azóta már meghalt, elhunyt. Két utolsó ügyeletes tisztként sétáltunk szilveszter napján délbe laktanyából. A 8. harckocsi ezred és dandár közös történetét az alakulat egykori katonái nem hagyják feledésbe merülni. A laktanya egykori javítóüzemét ma is volt műszaki katonák üzemeltetik, igaz, T-55-ös harckocsiból már csak egy áll a hangárban, de mellette vannak olyan érdekességek is, mint a 8. harckocsi ezred katonai hagyományőrző egyesület által épített német Tigris harckocsi élethű mozgómása. Megszerettem a harckocsizást, máig üzöm, azt is kimondhatom. Egy vállalkozónál itt a polcán harckocsi sztatással és harckocsi ízével foglalkozik, én meg ott szerelgetek. Úgyhogy maradtam a szakmánál, máig is. Van egy új projektünk, egy T-34-es harckocsit csinálunk. Hát majd meglássuk, hogy mi lesz belőle. Januárra szeretnénk elkészíteni, elég jól állunk most már vele. A tapolcai kiképzőközpont bezárásával a városban megszűnt az utolsó katonai helyőrség is. Noha voltak, akik más alakulatoknál találtak maguknak beosztást, az egykor méltán híres harckocsizók többsége leszerelt, befejezve katonai szolgálatát.